A Penemek a vállai polgármesteri hivatal épületén. Már eddig is alkalmazták itt ezeket, de a rendszer egy felújítás részeként most tovább bővül. A lakóházak közül is egyre többre kerülnek fel a táblák, segítve azok energiahatékony fenntartását. Az új építésű ingatlanoknál pedig már elvárás is a közel nulla energiaigény, jövő év június végéig tolták ki az erre vonatkozó határidőt. Ennek elérésében segít egy új hitelkonstrukció. A legfeljebb 70 millió forintig igényelhető hitel kizárólag energiahatékony, legalább BB energetikai besorolású új lakás vásárlására vagy építésére igényelhető. Mondta el a részletekről egy ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. A 70 milliós hitel az úgy válik egyébként 0%-os kamatozásúvá, hogyha van 2 vagy 3 gyerekünk, ugye akkor kapunk csokkot 2 millió 6-ot vagy 10 millió forintot, attól függően, hogy 2 vagy 3 gyermek van. Na most az ehhez tartozó 10, illetve 15 millió forintos hitel az, ami kamatmentes, és az a fölötti rész 2,5%-os. Ez jóval kevesebb, mint a jelenlegi csokhitel, mert ugye az 3%, illetve a feletti százalékban jön, tehát ezért kedvező a konstrukció. Az új ingatlanokhoz kérhető zöld hitel szigorú feltételekkel vehető igénybe. Ilyen például, hogy 10 évig nem lehet eladni és bérbeadni, életvitelszerűen kell benne élni. A használt lakásoknál is szolgálja a pályázat az energetikai korszerűsítést. A köznyelben napelem pályázatnak hívott kiírás célja, hogy a nulla befektetéssel lehessen korszerűbbé tenni az ingatlanokat. A napelem mellett itt hőszivattyús fűtésre és ablakcserére lehet pályázni december elejétől 4 ütemben. Megyénk a 3. került, aminek van jelentősége. Ez a 3. és a 4. csoport az, amit elsősorban akar a kormány támogatni, tehát itt emiatt, hogy ebbe a kategóriába, régióba kerültünk, is plusz pontot kapunk. Tehát nagy valószínűséggel azok a pályázók, akik egyébként ebben a 3. fakban, Borsodból, vagy egyébként ők vannak velünk, meg Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, tehát egy kicsit a hátrébb, lemaradottabb régióknak fognak nyilván segíteni, mert hogy ott van legkevésbé megvalósulva a felújítás, ezekben a régiókban van a legtöbb régi típusú ingatlan. A napelem pályázat keretében összesen 36 ezer háztartást támogatnak, és itt a feltételek is lazábbak, mint a zöld hitelnél. A programok szükségességét indokolja, hogy energetikai tanúsítványok terén nem állunk túl jól. Idehaza csupán a háztartások mintegy 5%-a esik a legkedvezőbb kategóriákba. A szakember elmondása szerint egyébként az építetők nyitottak a zöld hitelre, a napelemes pályázata pedig már most nagyon erős az érdeklődés a megyében. Ez nem is csoda, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg különösen el van maradva ezen a téren.